Sziasztok, Zsolt vagyok, szép napot kívánok, és elhoztam nektek a következő videómat, egy ilyen kis podcast-szerűség akar lenni, ugye mikrofon nélkül, ami nem más, mint az Elvetemült Versek első epizódja. Igen, jól hallottátok, egy újabb baromságot hoztam el nektek, ezért le is lehet iratkozni rólam. Szóval ez egy ilyen történelmi dolog lesz, de ez nem köthető az időutazás Enzsolttal sorozatomhoz, mert az nem trágár, és ez pedig kurva trágár lesz. Igen, most káromkodtam, most le lehet szólni engem nyugodt, hogy ne káromkodja, kisfiú. Szóval a lényeg az, hogy ebben az mai epizódban egy olyan költőnek a művét, egy kisebb ismert versét hoztam el nektek, amit senki nem tanult az iskolában, és miért nem tanultuk. Szóval a képen láthatjátok a két legendát, a két magyar óriás költőt, Kosztolányi Dezsőt, aki bal oldalon van, és Karinthy Frigyest a jobb oldalon. Mind a ketten a 19. században születtek, úgy 1880-as év körül. Kosztolányi 1885, Karinthy pedig 1886, ha jól tudom, eléggé rég tanultam őket, kedvenc költőim amúgy. És a lényeg, hogy ők ketten rettenthetetlenül, brutálisan jó barátok voltak, akik még a halálból is tréfát üztek, például az egyik ismert példa, hogy fogadtak abban, hogyha valamelyikőjük előbb meghal, akkor ad nekik egy tízest. Mindig azzal hülyéskedtek, de ők voltak a 20. század legnagyobb trolljai, ők voltak a trollok, igen, egymással, nem csak saját magukat csapták be, hanem másokkal is tréfát üztek. Van, hogy szarrát gyalázták a másikat, volt olykor, hát, hogy van, de úgy, hogy nem sértődtek meg, vagy ha porigalázták, akkor meg jókat nevettek ezen. Szóval két nagy haver volt, de van nekik egy sötét titkuk. Főleg Kosztolányi Dezsőnek volt egy sötét titka, egy sötét vers, amit senki nem tanul az iskolában, és ezt nem is értem. Amelyek az a címe, hogy Nyár, Nyár, Nyár. Igen, egy eléggé érdekes és aranyos versnek tűnik, egy nyári hangulatú vers, amit Karinthy Frigyesnek írt. Szeretem úgy, azt nem tudom, mikor írta azt, most azt ne kérdezzétek, hogy pontos dátumokat miért nem mondok, mert nem mondom meg. Mert most nem volt annyi időm, hogy átnézem drága Google-t, hogy keresgéljek információkat róla, hanem így fejemből elkezdtem, mert itt sokkal jobb, ha fejből mondom el, mint hogy csaljak. Na mindegy, a lényeg az, hogy Kosztolány Dezső írt egy igazán aranyos kis jópofa verset, ami ki is érdemli azt, hogy az Elvetemült Versek első epizódjába belekerüljön. És ezt az iskolában senki nem is tanult, egy gyerek se. Ha mégis elővették és tanulták, akkor szerintem az jót csalódott ebben a költőben, Kosztolányiban. Hát akkor nem is beszélek úgy annyit tovább, mutatom is nektek ezt a verset, felolvasom nektek, és hogyha nem értettétek, akkor meg is mutatom a végét, hogy miért olyan legendás ez a vers. Szóval itt is van Kosztolányi Dezső Nyár, Nyár, Nyár című verse, amit most éppen fel is fogok akkor olvasni nektek. Nyár, a régi vágyam egyre jobban lobban, de vár, még egyre vár. Kár, így késlekelned, mert az éj sötétül, az élet siralmas és sivár enélkül. Gigászi vágyam éhes, mint a hörcsög, görcsök, emésztik a forró titkom mélyre szörcsög. Mostan hajolj feléje, közel a láza kélyes éje, a karod. Remegve nyújtsd a szájad és karod. Itt ez ital, mi ez? Itt ez ital illatja tégedet vár, nektár,
te hüttelen, boldog leszel majd újra, hidd meg, idd meg. És hát akkor mutatom is nektek, hogy mi az, ami a lényeg, hogy ugye ez még semmi, ám de ennek a versnek ugye a kezdőbetűi, ezek a nagy kezdőbetűit, hogyha jobban megnézitek, akkor egy elég érdekes mondat fog kijönni belőle. Ha! Nagy nehezen megpróbáltam szétválasztani magát a mondatokat, és szóval ez jött ki, nyalt ki a seggem, Karinti. Igen, 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 de inkább szerintem odaírom, aztán úgy sokkal jobb lesz. Szóval igen, nyalt ki a seggem, Karinti, és ugye ezt írta a versébe, és akkor gondoljátok bele, hogy ezt Karinti megkapta, és akkor miket szólhatott volna, és nevetett volna. Azt nem tudom, hogy Karinti visszavágott-e életében Kosztolánynak is írt volna olyan, de majd ennek is utána nézek. Hát akkor ennyi is lett volna ez a rövidke kis rész, ez az epizód, és hogyha ti akarjátok, akkor írjátok meg nyugodt a kommentbe, hogy legközelebb kinek a költőnek a hírhet trágár versét adjam elő. Ha ti is tudtok, vagy tudtok találni az interneten ilyen verset, akkor hadd szóljon, írjátok meg kommentbe, és akkor az lesz. Hát akkor én köszönöm, hogy elhozhattam, én Zsolt voltam. Sziasztok!